A Szerencsi Bocska István katolikus gimnázium és technikumban hosszú évtizedek óta hagyomány a bocskai nap. A vírushelyzet miatt két alkalommal elmaradt, azonban idén, április 22-én rendezték meg újra, maszkok és távolságtartás nélkül a délelőtti programot. Először a 11. rendész, majd a 11. A és a 11. B osztályosok mutatták be az alkalomra készített bemutatkozó videójukat, majd a tanulók megismerhették a diákigazgató jelölteket. Nagyon fontos egyébként, hogy már az elmúlt két évben sajnos nem volt bocskai nap. Én is 12-esként nem tudom elmondani magamról, hogy kampányoltam 11-ben, mert 10-ben volt utoljára bocskai nap. Szerettük volna elhozni a diákoknak azt az örömöt, amit mi végig vihettünk, vagy megélhettünk azokon a bocskai napokon, amiken részt vettünk. És az időpontról pedig annyit kell tudni, hogy decemberben a járványhelyzetre való tekintettel nem tartottuk meg. Azt vártuk, hogy egy picit lecsendesedik a járvány, ami igazából meg is történt, és most már maszk nélkül kicsit szabadabban élvezheti mindenki a bocskai napot. Úgy, ahogy régen. Ezt most még nem tudom megmondani, mert ez az első online szavazásunk. Nyilván még nem tudom, hogy ez hogyan fogja befolyásolni a szavazás menetét. Alapvetően, mivel ugye ökoiskola vagyunk, ezért a papír alapú szavazás az nem is igazán lenne reális nálunk. Próbálunk papírmentesen működni, és próbálunk mindent az online térben megoldani, amit csak lehet. Remélem, hogy mindenki ugyanúgy részt fog venni az online szavazásban, ahogy eddig a személyes szavazásban, és hát győzzön, akire a legtöbben szavaznak. A bocskai napon eddig nem nagyon volt sportprogram, most egy exatlon pályát is építettünk itt a tornateremben, ott a 12. rendészesek fogják majd vezetni ezt az exatlonozást. Valamint, ez még azt hiszem nem volt bocskai napon, ahogy én tudom, de diszkó van a 6-os teremben. Úgyhogy ez mindenképpen reméljük, hogy a diákoknak tetszeni fog, elnyeri a tetszésüket, és később is csinálhatunk ilyet, és hagyományát tehetjük akár. Én azt hiszem, hogy mindenki nagyon-nagyon meglepődött. Alapvetően senki nem készült arra, hogy itt mi eltölthetünk egy napot maszkok nélkül együtt, úgy egy közösségként, ahogy eddig tettük azt. Látszik is a hangulatból, hogy mindenki nagyon örül, mondjuk most pont mögöttem nincsenek sokan, mert már mindenki a büfékben van, ugye megkezdődött a büfézés, és most már mindenki vásárol. Szerintem mindenki nagyon örül neki, hogy reggel itt láttam a nyüzsgő tömeget. Az aulában Kohut partin válaszoltak a tanárok és a tanulók az összeállított kérdésekre. A tornateremben pedig egy exatlon pályán kellett a fiataloknak bizonyítani a rátermettségüket. Finom ételek és italok is várták a büfékben a bocskai nap résztvevőit.